Ja, tudom már mi volt az reaktor, mesélt az ablakpárkányon kellett átmászni, hogy izé kiussa. Bejussa a szobába. Ó, ott egy náci. Ja, és meg is látott. Szerintem most már társaságom lesz, vagy pedig én leszek valakinek a tár... Ja, ott! Oda kéne beugrani. Hát csak hogy ide, hogy a pékfaszába megyek fel, arról a halvány fogalmam sincs. Inkább nem is erőltetem akkor. Nem olyan fontos, nem hiszem, hogy lehet új fegyvert találni itt titkos helyeken. Na, közeledek a helyhez. Ó, igen, már látom, ez egyre nyíltabb rész. Már lassan kiérek. Ja igen, gondolom valahol itt kellett fölmenni az ablakpárkányra. Mondjuk én úgysem fog... Jaj! Áú! Ez honnan jött? Honnan jött? Honnan jött? Honnan jött? Agyon lövöm a kurva anyját! Honnan? Igen, szóval emlékszem, itt kellett valahol az ablakpárkányra fölmászni. Ez eléggé triviális, ha jobban belegondolsz, de... Á, nem erőltetem, nem igazán tűnik felmászni. Na. És itt le van zárva, hogy rohadjon meg! Ú, de utálom az ilyet, komolyan mondom. De legalább haladunk. Azt mondom, hogy a katakomba nem lesz mostanában, de legalább valami kis sikerélményem lehet, ne legalább. Nem erre? De, ó, halleluja! Halleluja! Megkerültem ezt a nyomba tízért. Szökes drótot, már kurvára ideje volt. Nem mond nekem, hogy ekkora fegyverzet, ez Beskovics nem tudná szarrá lőni. Simán. Aj, ó, láttam őket. Remélem, ők engem nem láttak. Hát csak nekem van hangtompítom, és a rohadt éve, mi nem azt használom? És van is ez a Sten hajlamos túlhevülni. De azért nagyon hasznos, és nekem tetszik is egyébként, hogy így oldal van tartva a tára. Baromira menő szerintem. Igen, most akkor kérdés az, hogy itt erre tovább menjek, vagy merre, mert most már kezdek összezavarodni. De én nem megyek itt is azért, csak ugye. Hát nem, erre szabadna menni egyáltalán? Jaj, hallok valakit, vagy valamit. Hol jönnek egyáltalán? Ja, itt vannak. Egy gyönyörű mozdulattal szitával lyukadtam mindkettőnek a kopanyáját. Jaj! Azért fent még kapok egy kis társaságot, de nem baj. Mondtam, hogy hopp, gyere ide, és le is jött. Ó, ott is vagyunk, király! Vagy akkor viszont még visszamegyek, mert... Lehet, hogy ott egy titkosat el tudok érni, csak úgy a pajén kedvéért. Szerettek egy néha szórakozni ezzel. Éppenséggel nem ez a mindenem, de... Vicces. Itt. Itt. Így. Ez titkos a javából. Oké. Okay. Ez már nem volt jó ötlet, de szerencsére mentettem. Olyan. Na hát ez fasza! Be akartam tölteni a gyorsmenetet, és erre kifagyott a játék. Mondjuk szerencsére most már volt annyi eszem, hogy gyakran mentettem, szóval nem történt semmilyen komolyabb komplikáció. Fel akartam mászni ott a tetőre, de hát ilyen előfordul, hogyha ilyen hülyeséget akar csinálni a emberfia. Ez azért szerintem elég egy triviális titkos hely. Ha fel tudnék menni másodszor is, mert előbb olyan szépen felmentem, mint az álom. Tényleg egyébként a sok Minecraft-olás után azt jól esik, hogy végre van egy játék, ahol fel tudok ugrani a radkerítésre. Az okosak voltak, hogy itt... Ja, hát én nem voltam okos. De okosak voltak, hogy itt van valami láthatatlan fal, vagy valami, hogy nem tudok felugrani a tetőre. Na mindegy, akkor menjünk tovább. Szerintem itt az ideje, hogy a katakombákba lemenjünk. Igen. Ja, persze azért még körbenézünk erre-arra. Nem tudom, lenne bármi is, csak hát tudjátok, amíg élsz, remélsz. Na. Jaj! Kicsi koordinációs problémáim vannak. Jaj, de megint rossz felé... Aj, de... Nem, most húfelé megyek, rohadjak meg. Most talán el tudom, hogy ne lásson meg senki.
De sajnos meghallottak. Jobb esetben nem jön tovább. Na, itt volnák, hát akkor ez maga ugye a temető. Ugye ott látom, ott valaki éppen eléggé érdekesen rángatózik, pont a középső kereszt mellett láthatjátok ti is. Hát akkor könnyítek rajta. De valaki persze a nyitélep közepéről egyből meglőtti Mauserrel, ez nagyon felhúzás volt. Meg rohadjak, meg itt is ugyanaz, hogy a nyomva tízéval, mi az MP40-nel olyan messziről megülnek, hogy hol van a mesterlövész egyáltalán? Nem is látom, bazd meg. Aj. Hát ezt persze, akkor oda megyek közel, aztán megkapja, amit érdemel. Itt volna hát akkor ugye a kripta, ebbe kell lemennünk, és itt lesznek elég kellemetlen események majd. Meglátjátok. Felszerek egy kis dinamitot, időzített robbanószert. Aztán végül is jöhet is a második ületés szakasz. Igen, azt javaslom, ne is tökörjünk tovább, hanem menjünk be. Ezt a szar széttöröm késsel, nem fog itt a dinamittal vacakolni. És ki is van végül is a kiírás, megtaláltam mindkét titkos helyet. Egy kincset sem igazából. De végül is menjünk is akkor szerintem. Irány a katakomba, ami viszont egy eléggé húzós rész lesz. Látjátok ki is ilyen, a második rész katakombák. Meg kell találni egy naplót és követni kell az SS katonákat. És hol kötünk ki? Isten tudja. Hogy miért olyan különleges ez a rész? Ez a katakomba? Nézd csak a videót! Ez lesz az a rész, amit tényleg a Doom 3-ra hagyaz, mert ott is így indul, hogy az emberek beszélnek, aztán rájuk támad valami. Hagyjátok, hogy a hangok is elég rémisztőek. Ezek a nácik is gondolom úgy be vannak fosva, már kicsúszott a Balaton szelet a gatyászba. Igen, látjátok, menekülés nincs, mert leverték a létrát a sírból kifelé. Hát talán meg is van semmi sütve itt konkrétan valami. Hát nem rémisztom most komolyan, szóval gondoljátok, mi fog most jönni. Aki játszott vele már úgyis tudja, mint én. Hát akkor végül is ebből csöpörünk mi bele. Itt vagyunk fent a... Hát itt vagyunk fent ugye. Nem estünk be sehová, de... Majd fogunk. Jajaj. Ó, ott van lent, igen. Erről van szó. Oda nézzetek! Zombik jönnek. Félelmetes alvilági harcosok a nácikra. Még MP40-nel frankon lövik őket, de azért lőnek engem is. Hagyjam őket, hogy elintézték a dolgot, hát ha több esélyt kapok én. Mondjuk egy-kettőre ki vannak nyírva, úgyhogy én meg jó fiú lében gránáttal ajándékozom meg őket. Igazad inkább csak a náci halottak elhamvasztását vállalom el, hogy a nemzeti szocialista kormánynak már ne kelljen ezzel törődni. Na. Hát akkor végül is itt volna akkor a próbatétel egy katakomba, tele zombikkal. Végül is egy régi ősi katakombánál zombikkal kombinálva mi lehet rémisztőbb élmény. Meg is mondom, jóval keményebb ellenfelek, mint a nácik. Ezek a koponya idéző ilyen sámának, vagy mi az Isten fasza, erősebbek, mint hogy emlékeztem rá, szóval most eléggé mellé baltáztam, kapásból és vitték az életemet eléggé magas szinten. Ez a geci meg nem viszi el a pajzsát egészen addig, amíg közel nem jön. Hogy látom, talán kifeküdt. Remélem, hogy kifeküdt, mert én még egyszer nem tudom kinyírni. Aztán lesznek azok a tűzköpő szarháziak is. Fú, azt mennyire utáltam, rohadjak meg. Na, akkor menjünk tovább. Ezt a zenét egyébként baromira jól eltalálták, hogy lehet ezt a zenének nevezni, ilyen háttérhang.
engem a Doom 64-re emlékeztet, ugye? Akkor a Doom fan vagyok, hogy nekem még a horrorban is a Doom 64 a egyik etalon. Jaj! Jaj! Ajaj, ezek... frankósorokba szorítottak. Na nem baj, én azért valamelyest már kezdek profivá válni, úgyhogy nem kell félnem. Na. Ja, mondjuk azért rémisztőnek rémisztő, szóval... Jaj, ott is lőnek a nácik. Egyetlen dolog, amit tudnék fegyek, az az, hogy el fogok bukni. Mert hát azért tény és való, hogy ezek nem piskóta ellenfelek, már mondtam, emlegettem. Ajaj, na, akkor nincs mit tenni, akkor erre kell tovább mennem. Ott valaki eszi is a nácit. Ez önmagában náci. És a koponyái azért elkapnak, hogy rohadjon meg. Ez baromira utálom, tényleg. Nem baj, szerencsére gyorsan csontá küldtem őket. Igazatok volt ebben, abban egyébként valaki mondta, hogy ilyen bénázásokkal a boss harcot nagyon hamar el fogom bukni. Első boss harcot már kivittem egyébként, tényleg nem volt könnyű, de úgy gondolom, hogy aránylag jól sikerült kivinnem. És hát akkor itt ugye nem érdemes leugrani, mert különben eléggé, hát hogy is fogalmazzam, elveszted a tüzességedet, de egy harmadik lyukodon keresztül. Tehát így ráeselik azt, hogy a harmadik lyukat és kapásból elveszted azon a lyukon keresztül a tüzességedet is. Ez fel fog kelni, szóval oda kéne küldenem egy gránátot, még amíg megteltem. Van elegem van a koponyákban, nem hagyom, hogy elkapjanak azok a hülye koponyák. Úgy vettem észre, hogy ha a fedezékbe bújok, akkor egy-kettőre nem úszom. Tehát szerencsére ezek a szarok a falon nem mennek át. Azért eléggé csúnya világ is lenne. Ha megkerülnék, és még ráadásnak ugye átmennek a falon is. Na, hát akkor az egyik az kizárja a másikat, úgyhogy... nem mindegy. A kapcsolótól eléggé félek, mert nyilvánvalóan következik belőlük, hogy valami csapda van készülőben. Ajaj, na. Ott van egy titkos hely talán, ha nem próbálom elérni. Igen, mondjuk, de a szüzességemért...